Köszöntöm a VKC televízió nézőit, Önök a Budakalászma hírmagazinunkat látják, lássuk először témáinkat röviden. Szent István ünnepe, Szent Misével indult a megemlékezés. Városi kitüntetések, idén már 5 kategóriában díjaztak. Gázolás a HÉV-nél, mobiltelefonálás közben gázolták el az áldozatot. A hagyományokhoz hűen ebben az évben is Szent István telepi római katolikus templom Szent Miséjével indult az augusztus 20-ai megemlékezés Budakalászon. A Szent István király tiszteletére rendezett ünnepség folytatásában az új kenyér áldása, énekes produkció, valamint a városi díjak átadása zajlott. Augusztus 20-a hazánk egyik legjelentőségteljesebb nemzeti ünnepe, az államalapítás és az államalapító Szent István király emlékére. Ezen a napon ünneplik a magyar keresztény állam megalapítását és 1000 éves folytonosságát. A nap egyben a Magyar Katolikus Egyház egyik fő ünnepe, Magyarország fővédő szentjének tiszteletére. Budakalászon ezúttal is közös szentmisével kezdődött az ünnepség, de a hiten, megemlékezésen és a tiszteletadáson túl fontos elismerések kiosztásának napja is volt egyben, ekkor adták át a városi díjakat is. Budakalászon, ezen belül most Szent István telepen vagyunk, mert hagyományosan a márciusi ünnepségek ugye bent az Ófaluban történnek, és az augusztus 20-ai ünnepség pedig itt Szent István telepen a Szent István szobornál, ami ugye 1988-89-ben lett felállítva, az akkori polgármesternek a kezdeményezésére. Itt a budakalászi polgárok leróhatják kegyeletüket, kapnak egy kis olyan megemlékezést minden esztendőben az alapító királyunk életéből egy picit, az egyházi történésekből, ami azt gondolom, hogy évente egyszer nem is baj, hogyha az ember egy picikét megállásra készteti, elgondolkozásra augusztus 20-a kapcsán. Hagyományosan a díszpolgár a kalászi emlékére a Budakalász Portyhályi díj kerül átadásra augusztus 20-án, és valóban két új díj is most alapításra került, egyik ugye a közművelődésért díj, a másik pedig a kalászi pajzs díj. A kiválasztás mindig nehéz, mert mindig sok a jelentkező, és nem a jelentkező, hanem azok az emberek, akiket alkalmasnak találunk arra, akár civil személyek, civil emberek, akár képviselők, akár bárki, aki jelölést tesz, mert jelölést bárki tehet. És mindig az öröm, ez a kiválasztási folyamat, mert nagyon sok értékes ember közül kell kiválasztanunk azokat a személyeket, akik itt augusztus 20-án Budakalász város előtt megkaphatják ezt a díjat. Jelen pillanatban itt a templom kertben egy agapé lesz, amit a Római Katolikus Egyház és az önkormányzat közösen prezentál az itt levő embereknek. Itt lehet beszélgetni, kicsit elmélkedni, régi barátokkal találkozni, utána pedig mindenki, ahogy szeretné, ugye bent a városban lesz ma a Szent Jobb körmenet, ugye utána a fővárosban, utána pedig ugye a tűzijáték, hagyományos tűzijáték, azt mindenki egyénileg gondolom megoldja, aki pedig itthon a családi körben szeretné eltölteni, kellemes az idő, kis piknik, egy kis jó hangulatú beszélgetések alkalmat adnak erre a mai nap. Az idei ünnepséget megtisztelte jelenlétével Hesz Attila, pálosrendi szerzetes, aki beszédében a család az apáról fiúra szálló hit és tudás fontosságát hangsúlyozta. Szent István király ünnepe egyrészt az államalapításnak az ünnepe, másrészt pedig az emlékezésből erőt merítünk a jelen feladataihoz. Szent István királyt, magát megkérdezni már nem tudjuk, azonban hagyott hátra olyan néhány írásos emléket maga után, amelyről biztosan tudjuk, hogy az ő személyéhez kötődnek. Ezek közül kiemelkedik az intelmek, amelyet fiához, Imre herceghez intézett. Ezekben a következőt találjuk. Fiam, parancsainkban a szent hitet tesszük az első helyre. Abból a 10 pontból, amelyet a helyes uralkodás mikéntjét fogalmazzák meg. A szent hitet teszi az első helyre, azért, mert tudja, az ember lelkéből fakadnak a tettek,
A lelki erő az, amely képessé tesz bennünket az alkotó, az eredményes életre. Hit kell tehát, és azt is megmondja, hogy milyen hit, Istenbe vetett hit, katolikus keresztény hit. Olyan hit, amely döntést kíván, mégpedig felnőtt embernek magabiztos döntését. Az édesapának a példája az, amely valóban irányt mutat a gyermek számára. És teljesen mindegy, hogy az a példa az milyen, a gyermek számára az megkérdőjelezhetetlenül jó, addig, amíg gyermek. Aztán utána már fogja látni a hibákat is. De az nem baj. Mert benne van a lehetőség, hogy talán egy fokkal jobban tudom csinálni, vagy nem fogom ugyanazt a hibát elkövetni, mint az elődeim. Az elhangzott üzenet után megszentelte Budakalász új kenyerét, valamint a város összes lakóját. Segítségünk az Úr nevében, aki az eget és a földet alkotta. Uram, hallgasd meg könyörgésünket, és a mi kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk! Áldott légy, Urunk, Istenünk és Atyánk, aki az eget és a földet megalkottad. Mindennapi kenyerünkben gondoskodó szereteted jelét, családi asztalunk legfontosabb eledelét adtad nekünk. Terjeszd ki, és árazd áldásodat erre a kenyérre, melyet Szent István királyunk, országunk fő védőszentjének ünnepén hoztunk eléd, és add táplálékul a földkerekségen élő minden gyermekednek, a mindennapi eledelt és az örök életre szóló szent igédet, Krisztus, a mi Urunk által. A díjak átadása előtt Kertész Mónika mezzoszoprán énekes Gyűlvészi Péter zongora kíséretével adta elő Bartók Béla 8 magyar népdal produkcióját. A város vezetése minden évben szeretné kifejezni elismerését és háláját a Budakalászon élő és a helyi közösségért aktívan, önzetlenül dolgozó személyek munkáját. Minden évben augusztus 20-án adják át a város kitüntető díjait, idén már 5 kategóriában vehettek át elismerést a polgárok. A 2016-os esztendőben is kiosztották az arra érdemeseknek Budakalász elismerő díjait. A korábbi években ekkor hirdették ki az adott évben megszavazott díszpolgárt, valamint átadták a Budakalászért emlékérmet és a Városi Sportdíjat is. Ebben az évben további 2 új díjat alapított a város, a Budakalász kultúrájáért, valamint a Kalászi Pajzsot. Magdalénik Klub Katalinnak a díja odaítélés az szinte, azt gondolom, hogy egy régóta már, hogy is mondjam, esélyes is volt rá Kati erre a díjra, de elhangzott, hogy nagyon régóta tevékenykedik a Budakalászi Svábok érdekében. Hát Pátél Lucsiát meg valóban
azt, hogy mindenki ismeri, lehet, hogy túlzás, de nagyon sokan ismerik országban, Magyarországon, Budakalászon szintén. Ő nagyon régóta dolgozik azért, hogy minden műsorunk, minden olyan rendezvényünknek a színvonal, a magas színvonalú legyen, amit az ő képességei meg is tesznek erre, úgyhogy őt mindig kérjük, várjuk, hogy segítse a munkánkat. Azt gondolom, hogy az idei esztendőben is a lehető legjobb személyekhez kerültek a díjak, bármely díjat tekintve nézhetjük is ezeket. Ebben az esztendőben ugye Utóné Ohotnicki Vanda kapta a közművelési díjat, a második díjat pedig Barna Szabolcs rendőrfőtörzsőmester kapta, aki 3 esztendője dolgozik a városunkban, és ahogy el is hangzott, teljesen megújította a rendőrségnek a szerepét a városban. Idén Budakalászváros díszpolgára Wagnerné Klub Katalina német nemzetiségi önkormányzat elnöke lett. Az elismerés számos érdeme mellett kiemelten a városért végzett áldozatos közösségi munkájáért, valamint a budakalászi sváb közösség és hagyományuk megőrzéséért végzett tevékenységéért kapta. Ez valóban egy gyönyörű elismerés. Én igazán tegnap estig nem tudtam felfogni, hogy mi fog velem történni. Ugye az értesítést azt megkaptam a hivatalból, és akkor úgy el voltam vele. A családom szinte azok jobban izgultak, vagy jobban idézőjelben örültek ennek a díjnak. Én tegnap este kezdtem el felfogni. Hát a ma délelőttöm az meg tényleg úgy telt el, hogy hát jó ég, én most mi történik velem? Ez tényleg egy nagyon-nagyon szép díj, hisz én azt gondolom, hogy az egész életutam, hisz én Budakalászon születtem. Itt mentem férjhez, hogy hol lesz az út vége, azt nem tudom, de ha jó Isten megadja, lehet, hogy Budakalászon lesz egyszer a vége, és akkor minden csak Budakalász, és Budakalászhoz köt, és én azt gondolom, hogy én igyekeztem a közösségért mindig is a közösségért dolgozni, hisz még 40 évet a polgármesteri hivatalban dolgoztam, ott is minden erőmmel azon voltam, hogy a kollégáimat összeforjanak, együtt működjenek, és ez nagyon szép nemes feladat. És én azt gondolom, hogy a 20 év alatt, amit az Egyesületbe is elvégeztem, elfogadják, amit mondok, és hisz látni, sikeres az Egyesületünk is, és a kis csapat is most itt volt. Itt van a család mellettem, hát kell ennél több, 2 gyermek, 5 unoka, a legkisebb az velem jött koszorúzni. Nincs ennél szebb és felemelőbb a mai napon, én azt gondolom. A Budakalászért emlékérmet 2016-ban Pártai Lúciának ítélték, aki a Szent István Alapítványban végzett munkáján kívül az összes nagyobb városi rendezvényt támogatja szakértelmével, de a Budakalászi Dunapartér Egyesületben is fontos közreműködő. Nagyon meglepett, és meg is hökkentem, hogy hát nem ezért csinálja az ember, amit tesz, hanem belső indítatásból, szülői nevelésből, amit otthonról hoztunk, és hát azért is, mert tényleg úgy érzem, hogy ha én sok szeretetet kapok az itt élőktől, azt valahogy meg kellene tudnom hálálni, és szerintem így jó, hogyha valakinek a mindenható adott egy talentumot, akkor azt használja, és hogyha ez bárkinek bármi jót tud tenni az életében, akkor én már úgy érzem, hogy nem voltam itt hiába. És amikor megtudtam, hogy a képviselőtestület idén 2016-ban nekem adományozza a Budakalászért érdemérmet, akkor polgármester úr levele megérkezett, rögtön elmondtam Szilárdnak, és nagyon mosolygott, hogy nem véletlenül mentem el olyan sokszor, és hát tényleg ez a legfontosabb, hogy ahhoz, hogy én a budakalászi életben, közéletben részt tudtam venni, ahhoz neki oroszlán részként kellett hozzájárulni, és egy visszahúzódó ember volt, ezt nagyon kevesen tudják róla, de ebben a visszahúzódottságban örült annak, hogy én helyette teszem, amit teszek, mert hogy úgy érezte, és én is mindig úgy éreztem, hogy ő is mindig velem van, amikor én bármilyen közéleti munkát vállaltam, akár hogyan, akár milyen módon, de mindig úgy éreztem, velem van most meg különösen, és ezért fogadom nagy tisztelettel ezt a díjat, mert úgy érzem, hogy a családom is megkapta, és kérem tisztelettel a képviselőtestületet, hogy ezt a díjat ne egyedül én Pártai Lúcia kapjam meg, hanem posztumusz legyen ez a díj, a Ignác Szilárd díja is.
Ez év áprilisában a város egy kiemelkedő sportembert veszített el, Bence Jánost, a Budakalászi Munkásport Egyesület egyik oszlopos tagját. Az idei Budakalász sportjáért elismerést posztumusz ajánlották fel neki. A díjat fia, Bence Dániel vette át. Sajnálom, hogy nekem kell itt lennem, és átvennem ezt a díjat helyette. Megpróbál valaki mindent ugyanúgy csinálni, ahogy ő tette, folytatni azt, amit elkezdett. Ajrá, Kalász! Köszönjük szépen! Az idén alapított Budakalász kultúrájáért díj birtokosa Utóné Ohodnicki Vanda lett, aki 4 éve gondoskodik a Kóskároly Művelődési Ház kulturális életéről. A színvonalas és értékteremtő rendezvények koordinálása mellett neki köszönhető az utóbbi években tapasztalható elegáns, kifinomult intézményi környezet a faluházban. Nagyon szeretős az, aki örömmel végezheti a munkáját, és én ezek közé tartozom. Olyan csapat a faluházzal, akikkel nagyon jól tudunk együtt dolgozni, és egy olyan igényes és szeretetteljes pillanatokat tudunk szerezni mindenkinek, amivel remélünk mindenki többé válik. Nagyon köszönöm, hogy rám gondoltak. Köszönöm szépen. A díjak átadása a szintén újonnan létrehozott kalászi pajzs adományozásával értek véget, amit elsőként Barna Szabocs főtörzsörmester számára ítéltek oda. A díj kiosztó után a plébánia kertjében agapéra invitálták az ünneplőket. Újabb részletek láttak napvilágot a múlt hét szerdán történt budakalászi hév balesetről. Egy napilap információi szerint valószínűleg észre sem vehette a felé robogó szerelvényt az a 37 éves nő, akit szerda este gázolt el a vonat a budakalászi lámfonó hévállomásnál. Egy ismerős beszámolója alapján a Szentendrén élő asszony dolgozni volt Budakalászon, majd hogy minél előbb hazaérjen, úgy döntött, nem megy el a lemfonó megállóig, inkább átvág a nyílt pályán. Mindeközben telefonján beszélgetett, ami elterelhette a figyelmét az éppen beérkező vonatról, melynek vezetője már hiába dudált és fékezett. A tűzoltók hosszasan küzdöttek, hogy kiszabadítsák a fémszerkezet alól, mire ez végül sikerült, a nő már nem élt. Hivatalosan eddig még meg nem erősített információk szerint a baleset áldozata El Judit, a helyi család segítő szervezet munkatársa volt. A Budakalász maadását látták, maradjanak továbbra is velünk. Hamarosan Köztér című műsorunk következik. Hírmagazinnal legközelebb holnap este 6 órakor jelentkezünk. Addig is látogassanak el a vkctv.hu oldalra, ahol visszanézhetik korábbi adásainkat is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!